Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Mai témánk a Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség önállóvá válásának 150. évfordulójára rendezett ünnepségsorozat lesz. Vendégem pedig Bence András, az Egyházközség lelkésze, a Nyugat-Dunántúli Egyházkerület püspök helyettese. Tisztelettel köszöntöm. Jó estét, szép napot kívánok. Nos, hát 150 esztendeje történt 1869. augusztusában, hogy önállóvá vált, anyagyülekezetté vált ebben a megfogalmazásban az egyházközség. A köznapi ember nem tudja, hogy mit jelent ez egy egyházközség életében, hiszen addig leány egyházközség volt, ha úgy tetszik. Így van. Hát pontosan azt jelenti, ami a leány és a felnőtt közötti különbség. Ez egy jogi kategória valójában, hogy valaki alá tartozik, valaki gondoskodik róla, vagy önmagáról kell gondoskodnia, sőt, anyagyülekezetként már másokról gondoskodó közösség. És ez tulajdonképpen egyrészt létszámbeli kérdés, másrészt pedig anyagi kérdés, hogy fent tud-e tartani lelkészi állást, ahhoz tartozó infrastruktúrát egy gyülekezet. Tehát a gyakorlati kérdés leginkább. Leginkább. De mennyit változik az egyházközség élete a hívők, illetve a lelkészek élete ettől? Hát itt Fehérváron nem olyan nagyot változott, hiszen előtte, mielőtt anyagyülekezetté vált volna az egyházközség, itt lakott már a későbbi lelkésze, aki vallástanítóként lakott a városban. Tehát ilyen módon ténylegesen nem változott, annyit, hogy a jövedelmét ezután az egyházközségnek kellett biztosítania, a lelkész jövedelmét és teljes ellátását. Az önállóság felelősséggel is jár, nyilvánvaló. Mennyiben kellett változni a tanításban, illetve a hívők kiszolgálásában? Tehát nyilván alapvető változások nincsenek. A fehérvári gyülekezeten belül, már a városon belül alapvetően nincsenek. A nagy változást az jelentette egyrészt, hogy önmagukról elkezdenek gondoskodni, másrészt pedig, hogy a környezetükről elkezdenek gondoskodni, hogy a környékbeli településeknek, akik szorvány települések evangélikus szinten, azokról is gondoskodnia kell a székesfehérvári anyagyülekezetnek. Már több mint 3 évtizede szolgál Idestova, ugye? 35 éve. 35 éve. És melyek ezek a szorvány települések? Kezdjük ezzel. Abban az időben ez Kisláng, Seregélyes volt elsősorban. Most nem sorolnám föl mindet, mert a műsoridő végére érünk, tehát most közel 40 településről van szó. Ez azt jelenti, hogy létszámában is nyilvánvaló ki kell szolgálni, ez azt jelenti, hogy lehetőséget kell biztosítani, hogy ki élhessen a szabadon a vallásgyakorlással. Ez ugye rendkívüli felelősség. Hogyan sikerül ezt megoldaniuk? Ez nagyon nagy felelősség és nagyon nagy teher is. Felelősségben azért, mert hogy az egyik régi presbiter mondta gyülekezetben, hogy az evangélikus egyháza szorványaiban vérzik el, tehát hogy nincsen energiánk gondozni azokat, akik szorvány sorban élnek, és ők emiatt elmaradnak a gyülekezetből, jobb esetben másik közösséget találván. Hát ez óriási felelősség, hogy ezeket az embereket próbáljuk fölbátorítani arra, hogy valamelyik Isten tiszteleti helyen bekapcsolódjanak a közösségi életbe. Ez most pillanatnyilag Sárost, Gárdony, illetve Fehérvárcsurgót jelenti a székesfehérvári gyülekezeten kívül. Hát ez a bátorítás az egyik nagy küldetésünk. Igyekszünk mindegyikükről tudni, gondot viselni, hogyha valamelyik szorvány községben valaki hitoktatásra jelentkezik, akár egy szem gyermek is, akkor ott megtartjuk a hittanórát. Igen, erre is gondoltam, hiszen a közösségi lét alapja nyilván egyik oldalról rendszeresség, mert a hit az önmagában
nagyon-nagyon fontos nyilvánvaló a négy fal között otthonában valakinek, de azért fontos, hogy a gyülekezeti helyeken is megteljék élettel, és az folyamatos legyen ráadásul. Igen, hát a gyülekezeti közösség az mindig olyan a hit számára, mint egy széknek a háttámlája, hogy megállhat anélkül is, de kényelmessé akkor válik, biztonságossá akkor válik, hogyha támla is van. Akkor ül az ember biztonságosan egy széken. No, a fontos, hogy az ünnep lesz, az önálló egyházközség ünnepe, és ahogy nézegetem itt a programot, én azt hiszem, hogy nagyon fontos. Kezdjük talán a kiállítással, hiszen pénteken megnyílik egy kiállítás a Jávor Ottó téren, ugye a templom mellett, előtt. Mit lehet megmutatni egy kiállításon? Így előjáróban kérdezem. Igen. Nyilvánvalóan egy szabadtéri kiállítás az nem magát a tárgyat mutatja meg, hanem fényképeket mutat be. Tehát ott 10 témában mutatjuk be az egyházközségnek az életét a reformációtól kezdődően. Tehát az 501 néhány esztendő életét valamilyen szinten nyilvánvaló. Igen, az első tabló nyilván az első nagy időszakot jelöli, a második tabló a önálló gyülekezetté formálódást, és onnantól kezdve haladunk tovább korszakonként, illetve témánként. Hogy lehet összegyűjteni ezeket az adatokat, hiszen ez egy abszolút átfogó tárlat lesz? Igen. Hála Istennek van egy alapvetően összegyűjtött munkánk, az egyházközség történetét bemutató könyv Kovács Eleonóra írásában, az egyházközség és a városi levéltár közös kiadásában jelent meg talán 10 évvel ezelőtt. Ez a könyv adja a gyűjtésnek az alapját, és persze folytak további kutatások is a gyülekezet levéltárában is. Ez nagyon fontos között. Ez a tárlat, én azt mondom, kivételesen fontos, mert most, amikor trend lett, ha úgy tetszik, a múlt bagatellizálódása, a múlt feledése, és azt mondják, hogy minek a múltban révedezni, én azt hiszem, hogy nem csak az egyházban, de az egyházban is különösen fontos, bármelyik egyházról is beszélünk, tehát önöknél is, hogy igenis emlékezzünk azokra, akik az alapot adták ahhoz, hogy ez az egyházközség ma is működjön. Melyek voltak egyébként a legfontosabb pillanatok, kivonatosan természetesen, mielőtt a kiállítást ugye nem láttuk még? Igen. Az ember természetszerűen a tárgyakban látja, az ingatlanokban látja a legfontosabb pillanatokat, megtestesülni. Nyilván nem azok a legfontosabbak, de abban látjuk. Amikor a Megyeház utcai épületet megvásárolták és fölépítették. Amikor a Megyeház utcából átkerült a Távérda utcába a gyülekezet közösségi helye vagy lelkész lakása. Amikor megépítettük a gyülekezeti házunkat. Ezeket nevezném így sarokköveknek. De emellett ebből a kiállításból jól láthatóvá válik az, hogy a közösségek meghatározzák a gyülekezet életét, hogy egy-egy korszakban hogy alakultak meg, és milyen jellegű közösségek jöttek létre. Ezek zömmel válaszok voltak a kor társadalmi kihívásaira ezek a közösségek. Volt, ahol kifejezetten csak azért, hogy az identitást erősítsék, azért jöttek létre közösségek. Ez jellemző a 19. századi evangélikus, fehérvári evangélikus közösségekre. A II. Világháborút követően, gazdasági világválság idején a szociális munkára alakultak egyesületek és közösségek. Ugyanakkor az ökumenében is akkor már elkezdődtek az első lépések, különösképpen a református felekezet irányába közös protestáns szervezetek jöttek létre. Ez is érdekes pontja a gyülekezet életének. Érdemes visszatekinteni, hiszen én magam is emlékszem, hogy számtalanszor jártunk a gyülekezeti házban különböző programokon, amelyek kulturális programok voltak zömében, de azt hiszem, hogy mindenki szívesen emlékezik erre, így utólag is. No,
És hát természetesen az ünnepségnek van protokollja. Ez fontos, hogy maga Cserpakovics András polgármester is hitet tesz amellett, hogy igenis szükség van az evangélikus egyházközségre, mert hogy az egy fontos, hiszen ha úgy tetszik, Székesfehérvár valamilyen szinten az egyházak városa is. Hiszen a püspöki székhely ön itt van, mint püspök helyettes és az egyházközség vezetője, de emellett van nekünk református hitközségünk, a zsidó felekezet, az ortodoxok is jelen vannak. Tehát én azt gondolom, hogy az egyházi lét Székesfehérváron biztonságban van, ha úgy tetszik, a 21. századhoz méltóan. Tehát ez egy fontos adalék, hogy a városvezető is részt vesz ezen az ünnepségen. A Székesfehérvár címere, erre Balsa István hívta fel a figyelmet, a címere egy nyitott várkaput ábrázol, egy várat, amelynek a kapuja nyitott, hogy ez egy befogadó város. Én magam nem Fehérvárról származom, 35 éve kerültem ide, de ezt éltem át, hogy ez a város az egy nyitott város, és azt gondolom, hogy a polgármester úr jelenléte az éppen ezt a nyitottságot fejezi ki, hogy nem csak személyében, hanem személye által az egész város vezetésnek a nyitottságát is mutatja. Mint ahogy az is, hogy Kislászló úgy tetszik a hittel élő civileket képviseli felügyelőként. Igen. És tehát ő is megszólal, és nem különben Bödő István, nagyon kíváncsian várjuk, hiszen a Fejér megyei levéltár tudományos munkatársaként nagyon sokat tudhat az egész történetről. Igen, ő állította Kovács Eleonóra könyve alapján munkatársaival együtt össze ezt a kiállítást, és vállalta az előadást, hogy a gyülekezetnek, nyilván ő nem az egész gyülekezeti életről fog szólni, mert nagyon hosszú volna, hanem egy szakaszt vagy egy területét a gyülekezeti életnek fogja kiemelni az előadásában. És ugye azt megtudjuk, hogy van énekkaruk. Tehát azt tudjuk, hogy kulturális tevékenység van. Az énekkarról beszéljünk egy kicsit, hiszen nem minden gyülekezet dicsekedhet saját énekkarral. Az evangélikusságról úgy tartják, hogy éneklő egyház, az ötödik evangélista, Bach és maga is evangélikus volt, úgyhogy számukra az éneklés az tradíció, és nagyon örülök annak, hogy 34 évvel ezelőtt megalakult nálunk is az énekkar Bányai Zsuzsanna, akkori kántorunk vezetésével, kezdeményezésére, és most az ő húga Csekéné Bányai Erzsébet vezeti énekkarunkat, és a Biblia körök mellett ez a legrégebben működő közösség. Igen, ez fontos. Az egyházközségünkben. És jó, hogy ezt a szót megint mondod, hogy közösség. Én azt gondolom, hogy közösségteremtő elő az is, hogyha valaki együtt fát ültet. Mert tetszik, nem tetszik, elég szép virágos a Fehérvárunk, most már kezd úgy lenni, ráadásul Jávor Otto tér megújulása is, azt hiszem, hogy egy ékszerdoboz ez a környék, az Icsiliget, Jávor Otto tér, a gyönyörű templom a gyülekezeti házzal, viszont fára mindig szükség van, új fákra. Igen. Megnézzük a régi képeket, kiderül, hogy ez az egész terület egy ligetes terület volt, hát a Jávor Otto tér helyében ott épületek voltak éppen, de a bíróság, az Icsiliget és a templom környék az tele volt fával. Amikor mi a gyülekezeti házat építettünk, akkor 3 vagy 4 fát ki kellett vágnunk, ehelyébe ültettünk a parkoló túloldalán 8 csörgőfát, és 1517-re emlékezve, ugye az 500. évfordulón ültettünk egy emlékfát a templom mellé, és most ültetünk egy másik emlékfát, amely a gyülekezet önállóságára emlékeztet bennünket. Igen, hát ez még kicsi lesz az a fa, de ez kicsit olyan, mint hogy a töpörtyű is megnő, és hittel élő ember lesz majd a később már, mint a gyermekre gondolok. Azt elárulom, hogy a kiállítás tablói azok ilyen okkersárga színűek, és a
grafikus művész azért választotta ezt a színt, mert ez a mustárnak a színe. És a mustármagról mondja Jézus, hogy egész picinke, amikor elültetik, mint mag, a legkisebb a magok közül, de fává lesz, és eljönnek az égi madarak, és fészket laknak az ágai között. A gyülekezeti házunknak ez az igéje, az ünnepi meghívóra is most ezt az igét tettük, és vasárnap az ünnepi istentiszteletünkön Gáncs Péter püspök úr erről az igéről fog prédikálni. Azért őt hívtuk, bár nem a mi egyház kerületünk nyugalmazott püspöke ő, mert az ő nagyapja és dédapja itt szolgált ebben a városban, a nagyapja itt is született Székesfehérváron. Mielőtt azonban a ünnepi istentisztelet lenne vasárnap, lesz egy szombatunk is. Azt hiszem sok mindenki szombatja, hiszen arról beszéltünk, hogy közösség. És ez egy közösségi nap lesz, délelőtt a gyülekezeti házban természetesen. Mi minden vár a hívőkre és az érdeklődőkre? Ez mindig egy picit attól függ, hogy mit akarnak alkotni azok, akik jelen vannak, és ezt így szeretnénk megélni most is. Természetesen készülünk rá alaposan. Szabó B. András lelkész érkezik Budapestről, akinek a szakterülete az egyház és a társadalom viszonyának a kutatása. És a gyülekezet történetéből arra is jól következtethetünk, hogy a társadalmi változásokra az egyházközség akarva, akaratlanul válaszol valamiképpen. Jól vagy rosszul. És ennek a válasznak hosszú időre hatása van a gyülekezet további életét illetően. És Szabó B. Andrást arra kértük meg, hogy arról beszéljen nekünk, hogy ma milyen társadalmi változások alatt állunk, vagy előtt állunk, milyen válaszokra, vagy milyen kérdésekre kell választ keresnünk, hogyan találhatunk jó válaszra a társadalmi kihívások között. Ez lesz az ő előadásának a címe, és miközben ő előadást tart, a fiatalok már fognak valamin dolgozni, és szeretnénk, hogy az előadás után az előadás hallgatói ebbe a munkába belekapcsolódjanak. Mondtam, hogy a kiállítás az 10 tablóból áll, mi most szeretnénk megalkotni szombaton a 11. tablót, ami mondjam így, a jelenről vagy a jövőről szól, hogy mi az üzenete az egyháznak, a gyülekezet tagjainak, a kortársaikhoz, milyen munkákra kérjük az Úristen áldását. Ez lenne a délelőtti feladat, közös ebéddel készülünk a gyülekezeti házban, és aztán 2 órakor szeretnénk átmenni. Mert hogy épp testben, épp lélek, bármennyire is közhely, de ez így igaz. Igen. Hiszen némi mozgás is. Nem csak mozgás, nekünk már szinte hagyományunk ez a tollaslabdázás. Átmennénk a Dóvárosi gimnázium épületi tornatermébe, illetve a szabadművelődési ház termeire, és tollaslabdázunk. Tavaly is tollasoztunk, és akkor a szárnyalásról gondolkoztunk együtt, akik nem tollasoztak éppen, hogy hogyan repül egy tollaslabda. Idén arról szeretnék gondolkodni, hogy milyen összhang van a tollas ütő és a tollas játékos között. Tehát a mozdulat szentsége. A mozdulatnak így van az összehangoltsága, egybeolvadottsága. Ez érdeklődésre várom. Játszik egyébként? Hát, hogyha lesz időm rá, de szerintem nem lesz rá időm. Általában sportolok azért elég sokat. No, azért még essék szó a vasárnapról, hiszen egy avatásról is lesz majd később szó. Október 31-éről erre kell, hogy beszéljünk, hiszen az új kiegészített orgona is megszólal. Ez kicsit később van, de ez fontos. Én azt gondolom, hogy egy templomban kell, hogy legyen orgona, kell, hogy megszólaljon, és ehhez azért értő, zeneértő emberre van szükség. Nos, hát az október 31-i istentiszteleten
egy remek orgonaművész, egy nagyon híres Teleki Miklós orgonaművész fog fellépni. Azért őt hívtuk, mert ő volt az, aki ezt a második ütemet hát elindította a megvalósulás útján. Ő volt az, aki érzékelte a lehetőséget, hogy most menjünk el együtt a polgármester úrhoz, és próbáljunk együtt a félig kész orgona befejezéséről beszélni, és azt gondolom, hogy nagyon jó időpontban mentünk, és nagyon nagy nyitottságra is találtunk polgármester úrnál, és a reformáció 500. évfordulóján be is jelentette polgármester úr azt, hogy ezt a második ütemet a város anyagilag vállalja magára, és támogatja. És ez meg is történt. Az orgona már majdnem teljesen készen van. Október 31-én szeretnénk fölszentelni, ugye ez a reformáció ünnepe, ebben visszautalunk a 2 évvel ezelőtti ünnepség sorozatra. Arra is szeretnénk ebben utalni, hogy a délelőtti istentiszteleten szenteli föl Szemerei János püspök úr az orgonánkat, és az ünnepi hangverseny az délután lesz a reformáció emlék ünnepéjén, amely mindig ökumenikus református baptista testvéreink jelenlétében zajlik, illetve hát most mindenkit szeretettel várunk, és azt reméljük, hogy ebben éppen azt a nyitottságot fejezzük ki, illetve az orgona célját is meghatározzuk, hogy ez a kibővített orgona, ez a város javát szolgálja. Hogy a gyülekezetnek elegendő volt az első ütem, hiszen 13 éven keresztül azt az első ütemet használtuk, Szebik Attila tervei és elképzelése nyomán épült az az első ütem orgona, az a gyülekezet életéhez elegendő volt. De hogy hangverseny orgona legyen Székesfehérváron, ez a városnak az érdeke és az a város céljait szolgálja majd. Most tehát ez 3, illetve hát 4 gyönyörűséges nap. Én ezúton is invitálom kedves nézőinket, és természetesen az ígéret szép szó, ott lesz a stábunk is, és beszámolunk ezekről a történésekről. Köszönöm, hogy megtisztelt. Én is köszönöm a beszélgetést. És hát jó felkészülést kívánok, mert azért lesz dolguk bőven. Mint. Van bőven. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tehát kérem ne feledjék, ezen a hétvégén az Evangélikus Egyház megújulásának, anyagyülekezetté válásának 150. évfordulóját ünnepeljük, tartsanak velünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!